Nyilvánvalóan nem zárom ki annak lehetőségét, hogy be fogom perelni Rónai Sándort. Rónai Sándor és a DK szintet lépett, a gyerekek ügyén próbálnak meg felkapaszkodni és politikai hasznot szerezni. Így reagált az MTV a riportere Császár Attila arra, hogy a DK európai parlamenti képviselője Rónai Sándor pedofiliával vádolta meg őt burkoltan, később pedig egész egyszerűen lehülyézte, amit megpróbált letagadni. Ön szokott gyermekeknek a nadrágában turkálni? Ezt ugye most nem gondolja komolyan. Ön szokott a gyerekek nadrágába turkálni? Én nem, viszont az kiderült, hogy a Fidesz... Önnek van gyereke? Igen, van két gyermekem. Nekem ezért... is van gyerekem, úgyhogy visszautasítom. Éppen ezért minden mit képzel magáról? De mit képzel magáról? Képviselő úr, megismételni ne haragudjon, amit az előbb mondott, hogy hülye vagyok. Lehet, hogy barátokat keresd itt nagyon rossz helyen. De nem úgy értettem. Megismételni? Én démonokat lát. Olyan rágalmakat szórnak most már nem csak rám, hanem más újságíró kollégákra is, és fogalmaznak meg nyíltan olyan dolgokat, amelyek valótlanok, ami én azt gondolom, hogy egy európai parlamenti képviselőtől, egy közszereplőtől teljes egészében elfogadhatatlan, és történik mindez úgy, amire te is utaltál, hogy ott van mellette a DK-nak az elnöke Gyurcsány Ferenc, aki úgy tesz, mintha mi sem történt volna. Császár Attila úgy véli, Rónai Sándornak le kellene mondania, azonban szerinte ez nem fog megtörténni. Az ügy miatt viszont jogi lépéseket fontolgat. Addig kell elmenni, ameddig csak lehet. Legyen az akár jogi fórum, vagy bármi más. Nyilvánvalóan nem zárom ki annak lehetőségét, hogy be fogom perelni Rónai Sándort. Napot kívánok, képviselő úr, megenged egy kérdést nekünk. Nem, köszönöm, pedofil segítőknek. Nem, azzal kapcsolatban kérdezném csak, hogy mit várnak a mai tüntetéstől. Köszönöm szépen, nem nyilatkozom, pedofil segítőknek, kezét csókolom. A vasárnapi tüntetésen a Magyar Nemzet Rónai Sándorral és a demonstrációval kapcsolatban is kérdezte a Demokratikus Koalíciót. Barkóczi Balázs pedofil segítőnek nevezte stábunkat, ezzel utasította el a válaszadást. Gréczi Zsolt szerint pedig minden rendben van azzal, amit Rónai Sándor mondott. Rónai Sándor szavai önmagukért beszéltek. Egyetért Rónai Sándor kijelentésével? Hát ha ez a véleménye, akkor ez a véleménye. És ön szerint kimondhat ilyen véleményt nyilvánosan? Miért nem mondhatna?